Itt az idő, hogy erre a szűk órára feltegyük a spirituális szemüvegünket, és felfedezzük a mélyebb összefüggéseket az életünkben. Mindennek oka van. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, vagy minden boldog percnek is. Bízom benne, hogy a beszélgetésünk után magunkon felejtjük ezt a bizonyos szemüveget, és megértjük, hogy egy pontos terv fontos részei vagyunk mindannyian. A féltékenységet majdnem minden ember megtapasztalja valamilyen formában, szerepben, élete során. Van, akit felemészt, sőt, akár az őrületbe is kerget a szerelemféltés. Van, aki nem érti, miért féltékeny rá a párja, nem is tud vele mit kezdeni. De gyakori az is, amikor a szakmai sikerek vagy éppen azok hiánya váltja ki ezt a negatív energiájú érzelmet. Hogy miből fakadhat a féltékenység, mihez kezdjünk vele, vagy mit tehetünk ellene, ezekre a kérdésekre keressük a választ vendégeimmel. Vasvári Vivien modell, üzletasszony korábban meglehetősen féltékeny volt, sőt, a megtorlástól sem riadt vissza, ha párja okot adott rá. Solti Ádám színész, énekes rettentő nehezen viseli, ha féltékeny rá a szerelme, ugyanis nem érzi indokoltnak a dolgot. Szerintem ez egy nagyon megosztó téma, a féltékenység. Kíváncsi vagyok, hogy nálatok mi ad okot féltékenységre. Kezdjük veled, Vivi. Velem? Hát igen. Pont így jó az a téma. Egyébként én régen nagyon-nagyon féltékeny típus voltam, most már azért így az idő haladtával azért ez enyhült, de számomra mindig a csajos, csajozós, flörtölős, kavarós dolgok idegesítettek. Én azt gondolom, hogy amúgy most már elég jól tudom ezt kezelni. Nálad mi ad okot féltékenységre, Ádám? Ad nálam egyáltalán okot? Bármi? Igazából ez egy nagyon nehéz téma egyébként. Ne haragudj! De tényleg borzalmasan nehéz. Én nálam nagyon nem veri ki semmi a biztosítékot. Ami mondjuk rosszul esne, az egy érzelmi, mindenképp valami spirituális, egy olyan érzelmi átállás. Egy olyan, amikor már nem... Tehát, hogy fú, ez nagyon nehéz, tényleg. Tehát nem egy ilyen egyszerű valami... Oké, tehát a csókolózás nálad csókolózás, ugyan már, ez nem, hanem hogy... És ha azt mondaná, hogy akkor mellette bárkivel csókolózhat a bármi. Igen. Irigylése méltó. Hát azért. Nem, ez a fordítva viszont nem így, de fordítva nem így lenne, azt ugye tudod. Azt tudom, persze. Nem, hát az igazából minden kapcsolat más. Tehát az a kapcsolaton belül a... Nem tudom, mennyire mehetek most bele így az elején, de leginkább tisztelet. Én magamhoz nagyon hű vagyok. Van egy tök jó mondás egyébként, nekem az édesapám tanítottam így gyerekkoromban, hogy kisfiam, bárkinek hazudhatsz, csak magadnak ne. És ez nagyon jó, mert akkor elgondolkodom, most ezt ki miatt csinálom? Miatta csinálom, vagy magam miatt csinálom? Most féltékeny vagyok, vagy nem vagyok féltékeny? És mindig arra jöttem rá, hogy valójában nem vagyok féltékeny, mert egyértelműen én vagyok az, akit szeretnek. Oké, okay, kicsit. Okay, ez ugye, azt jelenti, hogy nem túlzás, tökéletes, nem csak meg akarom érteni. Ez azt jelenti, hogy volt olyan időszak, amikor úgy tettél, mintha féltékeny lennél, mert úgy érezted, hogy azt várja el a másik? Nem teljesen ezt mondtam, de ez is sajnos ilyesmi ilyen is volt. Igen. Nem, mert a hölgyeknek szükségük van arra, hogy... Ezt aláírom. Hogy a lelkükkel bánjunk, meg erre szükség van. És mert ők ezt szeretik nagyon, főleg a Berni nagyon szereti, hogyha mondom. Szóval melyik nő nem szereti? Jó, igen, ez is van, tehát hogy van az, amikor már valaki nagyon túlzásra viszi a féltékenykedést, és az ilyen egészséges féltékenység az még rendben van. Mi az egészséges féltékenység nálad? Hát az, hogyha így most néha most nyilván adja a jelet a férfi is, hogy na, akkor ezt most nem kéne, meg zavarja, hogyha mondjuk más férfivel beszélget, vagy ilyesmi, de azért van mondjuk egy olyan példa számomra, hogy megismertem egy srácot még annó, és már a második találkozás után már annyira ki volt, hogy elmentem bulizni, és hogy felraktam videót, hogy más fiúkkal is buliztam, akik egyébként a barátaim, és már kiverte a balhét. És ez már ilyen beteges szerintem. Igen, ezt tudom. És ez így régről szerintem így őrlődik az emberbe, vagy olyan múltja volt, vagy a családját is, a családjában ezt látta, és szerintem ezért alakulnak ezek a dolgok, hogy hozzuk magunkkal. Tehát egyfajta mintát. Igen, egyfajta mintát. Az is befolyásolhat. Te mit ráztad itt a fejét? Csak azt mondom, hogy is volt, hogy
nem, csak egy fontos dolgot el akartam mondani, hogy amúgy a féltékenység szó önmagában nem annyira pejoratív, csak mi úgy értjük. Uh-huh. Tehát az ember azt félti, akit szeret. Tehát én nem nagyon csípem, hogy a féltékenyek, mert nem túl jó, mert kicsit ő korlátoz. De rád azért féltékenyek, az időt, nem? Meg ilyesmi. Tehát úgy értem, hogy többször voltak rád féltékenyek. Persze. A csajok, mert ez szerintem a nőkre ilyen cicaharc szintig azért jellemző. Tehát, hogy főleg, ha egy ilyen szép herceg srácról beszélünk. Hát de te adsz is rá okolt, hogy féltékenyek legyenek. Hát, igen, egyébként ez is egy nagyon, nagyon érdekes, hogy mi az ok. Tehát kinek mi az ok. És lehet, hogy direkt csinálod, nem? Mert hogy neked tetszik ez, nem? Mivel adsz rá okot? Mivel tudtad kiváltani a féltékenységet? Szereti azzal a nőket. Nem egyébként természetesen igen, de ez nem ilyen egyszerű. Igen. Tehát hogyha valaki tényleg szereti a másikat, akkor azt félti, hogy elveszíti. Tehát bennem is van a féltés, hogy elveszítem. Jó. De engem például, azért mosolyogtam az előbb, mert engem feldob. Feldob az, hogyha másokkal beszél, mondom, hogy kicsit ilyen zizis vagyok, feldob, másokkal van, mások is imádják, és akkor tudom, hogy na, az én csajom a legjobb. Igen. Ilyen fura, nálam ez ilyen furán működik. Büszke vagy arra, hallottam, hogy ez nem nagyon, ez tökre érthető. Engem abszolút nem zavarna, hogyha mit tudom én, a Playboy cím lapján lenne, a mesztelenül, vagy nem tudom. Uh-huh. Mondjuk ez a más kérdés, hogy ő nem tenné meg. De te szeretnéd. De mondjuk a felnőtt film az is egy érdekes határ, hogy most... Tehát, hogy lennél egy pornosztárra, most már itt tartunk. Gyerekek, hajj, hova kerültünk? Nem. Úgy értettem, hogy, hogy semmi baj például a felnőtt filmezéssel. De feleségül nem biztos, hogy tudnám venni. Nem tudom miért, ez egy ilyen belső, ilyen saját hibám. Hát valaki más is olyan kapcsolatba kerül vele, tök mindegy, hogy nincs érzelmi dolog. Nem, az a baj, hogy rögzítik. Nekem csak az a baj, hogy rögzítik. Nem érdekes a múlt. Ez komoly, tehát ha most azt mondod nekem, hogy ha a Berni valaki mással lefeküdne, akkor te azt meg tudnád bocsátani. Ez nem ilyen egyszerű. Hát akkor adj bár egy választ. Nincs olyan, hogy igen vagy nem. Nincs. Nem. Attól függ, hogy mi van mögötte. Attól függ, tudok-e róla. Attól függ. Érted? Ez nehéz. Tehát én... Várjál, az jó vagy rossz, ha tudsz róla? Nem akarok tudni róla. Aha, jó. Én nem. De akkor mégis fájna, volt és rosszul esne. Igen. Tehát nem tudnál. Nem is az, hogy fájna. Ha tudok róla, akkor tennem kell valamit. Mit? Te is ugyanazt megcsinálni, kompenzálod magad. Nem, csak akkor lépnem kell. Lépnem kell. Mibe lépsz? Hogy visszaállj. Hát vagy kilépni a kapcsolatból, vagy valamit lépnem kell, és én ilyen nyugodt vagyok, szeretek benne maradni a kényelmesben. Én inkább az vagyok, hogy hamarabb hívom fel telefonon, hogy figyelj, vége, mint az, hogy megcsaljam, mert nekem utána nem lesz tiszta a lelkiismeretem, és nekem ez nagyon fontos. Tehát, hogy én nem tudom azt a fájdalmat magamba érezni, hogy valakit megcsaljak. Úgyhogy ez nem én vagyok. Akkor ilyet nem is csináltál soha? Soha. Te csaltál meg már mást? Én volt, hogy milyen érzés megcsalni mást? Ezt azért kérdezem, mert én sem csaltam meg még soha senkit. Ha van benne érzelem, akkor az látszódik mindenképp. Tehát akkor úgy megy haza a férj, hogy figyelj, beszélnünk kell. Ha nincs benne semmi, akkor nincs mit megbeszélni. Nálad mi akkor volt csak a valami helyzet? Történt, amivel én nem akarom megbántani a feleségemet, mert őt szeretem. Ő az, akit tisztelek, és nem bántom meg azzal, hogy az órára kötöm, hogy jaj, mit csináltam. Azt mondják egyébként, hogy aki elmondja a megcsalást, az a saját terhét akarja letenni. Tehát ő a saját lelkiismeretén akar könnyíteni, mert azzal átteszed a teher egy részét a párodra, és gyakorlatilag ehhez nincs ez igaz. Ez nagyon jogod. Nehéz, mert viszont bátor ahhoz, hogy odajön és azt mondja, hogy figyelj, tök tiszta, és olyan is volt. Attól függ, hogy mit akarsz. Olyan is volt, hogy elmondtad? Igen. Rosszul jártam. És rosszul jártam. Rosszul jártam, úgyhogy. De legalább őszinte voltál, mint azt, hogy a hátam mögött csináljad. Én még ezt mindig jobban kultiválom, mint azt, hogy nem mondja el. Na most mondd el, Vivi, hogy mi volt a múltban veled, amikor nehezen viselted a féltékenységet, és voltál féltékeny. Igen, mert nekem így a családomban így azért láttam egy-két dolgot, most ezt így nem ecsetelném, és igazából nekem onnan így jött ez, hogy na akkor
kevésbé bízok a férfiakban, és igen, hogy kialakult bennem is ez a féltékenység. Uh-huh. Régen egyébként fogszabályzós is voltam, és akkor nem volt annyira így önbizalmam. Uh-huh. És persze, mindig a legjobb fiúim voltak, tehát mindig jól néztek ki ilyen focisták, nem itt a modák, de mégsem volt bennem ez a nagy önbizalom, mm. tehát amúgy most sincs nagy önbizalmam. És hát én régen olyan dolgokat csináltam, hogy ilyen nagyon durva, tehát hogy tudom, én elkezdett egy csaj flörtölni a párommal, és így oda mentem, és úgy megcibáltam a csajt, hogy kb. Kórházba lehetett volna küldeni. Jézus, Atya úristen! Velem nem olyan álltak szóba, mert nagyon tartottak tőlem mindig is, mert hogy egyébként... Ez mit sem változott adott? Tízről pattant menyecske vagy na. Az vagyok, de igen, de most azért megtanultam kezelni ezeket a dolgokat, mert főleg azért is, mert egyrészt most már nő vagyok, felnőttem, és azt gondolom, hogy most már sokkal érettebb is vagyok, és hát ott van a két gyerekem, tehát hogy nem süllyedhetek ilyen szintre, mint annó tizenakárhány évesre. De akkor ezek szerint az nagyon jól mondtad, hogy önbizalom hiánnyal küzdöttél, mm-hmm. akkor összefüggésben van, igen, ugye? Igen, önbizalom, igen. És a féltékenység. Igen. Nálad akkor ezek szerint soha semmi probléma nem volt az önbizalommal, Ádám? Nekem máshol jönnek ki ezek az önbizalom hiányos problémák. Hát mert ez az igazából. A munkámra, meg a... Aha. De... Tehát én egy picit más vagyok, mint az átlag szerint. Hát igen, tehát de az önbizalom nekem mást helyezek prioritásban. Ja. Tehát, hogy nagyon szeretem a feleségemet, természetesen első számú. De ez, és ezt ő is tudja, hogy viszont élni kell. Tehát, hogy a munka, a fura, de most pénz, hatalom, de valami, tehát, hogy karrier, az egzisztens, az fontos, és néha fölé kell helyezni, szerintem. Féltékeny lehet az ember, igen, a párja munkájára, vagy karrierjére is. Ez nagyon jó, ilyen is volt velem már kétszer. Igen? Ilyen is volt velem. Nekem is. Úristen, mennyi minden történt velem. Nekem is volt ilyen. Hány éves vagyok? 60? Igen, is úgy. Csak már sok mindent megéltél, és azt hogy tudtátok sokan kezelni? Azt, hogy féltékenyek arra, amit már elértetek, vagy hogy többet dolgoztok, nem vagytok annyit vele? Nekem olyan volt, hogy több pénzt kerestem, mint a párom, uh-huh. és ő arra volt féltékeny. Hát most nem tudsz vele ezzel mit csinálni, nem tudod ezt nagyon kezelni. Ezt azért észreveszi az ember. Uh-huh. Nekem nagyon fontos az, hogy egzisztenciában magasabban legyen a férfi, mint amilyen én vagyok, mert én egy olyan férfira fogok tudni csak felnézni, aki többet tud nyújtani, mint amit én saját magamnak. Nálad mi a helyzet? Ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy ez a férfiakban meg pont ez egy, mivel tudják, hogy az átlagnő így gondolkodik, ezért nagyon sokan ebben a hibában esnek. Nekem teljesen más. Na. És megint csak én vagyok a más, tehát tényleg is nagyon fura lesz. Én imádom. Olyan fura, Jézus, figyeljetek, borzasztó. Tehát, hogy a szakmai féltékenységnek egy olyan ága, és én voltam a ludas, én voltam féltékeny, képzeld el, uh-huh. én voltam féltékeny. Mi megállapodtunk egy kapcsolatommal, megállapodtunk, hogy mi számít megcsalásnak, mi hogy, és igazából én is dolgoztam bizonyos helyen, így a színészethez köze volt, ő is dolgozott egy helyen, ami ugye ő is egy színész volt, és úgy kezdődött az egész, hogy nagyon féltékeny volt arra, hogy én csókolóztam egy bizonyos klipben valakivel. És mondta, hogy de hát miért? Ez egy csók, hát ez egy szimpati csók, hát te is csináltad. De hogy nekem kinyílt a szám. Hát igen, Ádám. És mondom, mi nem nyílt ki a szám, és végig kockáztuk a videót, és úgy kellett, és akkor tényleg állítom, hogy nem. Tehát magamhoz őszinte vagyok, és tisztas, hogy nyelv nyílt. Tehát eszembe se jutott, ez egy munka volt, tehát ez nem volt semmi érzelmi, meg olyan uh-huh. szexuális vágy nem volt benne. És olyan érdekes, hogy nagyon erős egyéniség volt, és teljesen átformálta bennem ezt az egész ilyen féltékenységet, uh-huh. hogy vele volt egyébként, hogy félreléptem, sajnos, uh-huh. és természetesen kiderült, mert mindig kiderült. És akkor utólag, mindig hát kiderül. Én mondtam, hogy kinyílt a szád azon és a videón. Nem? Nem, csak az volt az első jele, az igazi jele, amikor azt mondta, hogy ő nem tud elmenni, nem tud engem elhagyni, mert ő szerelmes belém.
azaz az első kézzel fogható jele a szerelemnek. Mert az olyan, tudod, a szerelem, szeretlek, én is téged, tudod, ez egy ilyen szó, hogy elszáll, nem kézzel fogható. És ott ült előttem, és azt mondta, hogy ő most nem tud innen elmenni, mert szerelmes. És akkor az így teljesen megkavart engem, mert tök egyértelmű volt, hogy na, lebuktam, akkor mehetsz, és nincs probléma. És nagyon sokáig utána együtt voltunk, és olyan érzés volt, hogy teljesen így más világba kerültem. Uh-huh. Az ő szabály, az ő is tetszett. Tudtam, mihez alkalmazkodni, uh-huh. volt minden szuper volt, és aztán ő rúgta fel uh-huh. ezt a saját szabályát, és én ott nagyon kikészültem. Nem tudtam, elvesztettem a fonalat, hogy nagyon rossz volt. És a akkor kerekrendszert, a szabályrendszert. Elvesztettem, és amúgy nem tudtam, mihez igazodni, mert ugye magam már hogy nagyon nem voltam, akkor nagyon féltékeny voltam. Amikor terelt féltékenyek voltak, akkor ugyanhogy az csak egy alakuló kapcsolat volt, de volt olyan érzésed, hogy akkor ezt most lezárom? Tehát, hogy kimenekülök egy kapcsolatból azért, mert féltékenyek rám? Nekem ilyen kapcsolatom, ilyen durva, hogy más annyira féltékeny legyen, hogy engem megöl, olyan nem volt. Nekem csak egy ilyen ismerkedési fázisban volt ez. Egy hét alatt kétszer találkoztunk, kész, bum, ennyi. És menekültem. Fordított helyzetben? Tehát olyan volt, hogy te voltál rettentően féltékeny? És elmenekültek? Nem. És elmenekültek? Nem. Olyan eddig sem nekem az összes kapcsolatomban én szálltam ki. Senki nem hagyott el még. Még. De csaltak meg. Egyszer. Uh-huh. Ott féltékeny voltál, vagy azonnal viszlát? Egyszer csaltak meg, ami kiderült, viszlát. Uh-huh. Utána hajlandó voltam megbocsátani. Valamiért a lelkemnek az jó volt, hogy visszajött, és utána nem ment. Ezt akartam kérdezni, hogy meg lehet ezt bocsátani? Túl lehet én azt gondolom, hogy nem. Nem tudom. Lehet, hogy így, ha már eltelt volna 10-20 év együtt élés és a többi, akkor utána más, amit mondtam is, hogy akkor igazából lehet másként lehet kezelni, mert a szerelem az nem tart örökké szerintem, de mégis mondjuk a tisztelet meg a hűség azért az mégis benne marad az ember, de mindegy, mert ez egy testi kapcsolat igazából mással, hát lehet, hogy rá lehet unni már 10 év vagy 20 év után valakire, nem tudom. Még nem voltam 10 évig együtt senkivel, de... Ne lehessen! Én annyira szeretném elhinni, hogy létezik olyan de kapcsolat, én is hiszem azt, hogy van az igaz szerelem egyébként, aki mindig értékelni fogja a másikat, és tiszteli, és becsüli. De szerintem ez a legfontosabb szerintem. Egyetértünk. Ehhez képest Ádám, te mit gondolsz? Mégiscsak te vagy itt a férfi oldal. Még ha furcsa is van. Igen. Hát igen, de a férfiakban benne van mindig ez a vadász ösztön, mindig hogy, benne van? Hogy mondják ezt, amikor tudod, hogy napoflőtől. Nem, csak vadász az, hogy bizonyítson, hogy igenis ő kell másnak is, uh-huh. csak ezt lehet egészséges, lehet normális keretek között is csinálni. Berni féltékeny? Berni féltékeny, igen. Hogy viseled? De jogosan féltékeny, és nehezen viseled. De mert mit csinálsz te, Ádám? Flörtölgetsz a csajokkal? Jó, Istenem, hát ez ő egy külön figura. Nem, amúgy nem. Nem. Nem flörtölgetsz? Abszolút nem. Ránézel nem, másokra? Az, na, hogy a hiba. Hát hülye. Ezzel hűséget fogadtam. Jó, Ádi, azért, na, akkor beszélek helyetted, ha szeretnéd. Ja, a Bernit téged nem kérnek, hogy ne égess le, igen. Tehát, hogy így azért egy kicsit így beleszólok, így megyünk az utcán, jön az Ádi, az imádja a vékony csajokat. Nem is tudom, valahol sétáltunk, megyünk, és akkor Ádám csak így ennyit látok, hogy így... De nem hú, vagy finom. Úgy leütöttem volna, de ott volt mellettem a feleség, úgy leütöttem volna, hallod ott a helyszín, és akkor mondja Berni, látod, mit csinál? Hát mondom, látom, igen, mondom, jó, meg kell neveljed otthon, mondod. Nem, igazából ez nem teljesen így volt legalábbis. De az mekkora? Nagyon paraszt, Ádi. Az paraszt. Ott van mellette a felség és más nőket bámulsz. Vegyél egy periszkópot, vagy valamit, old meg. De tényleg bámulja akkor az ember a másikat, nyilván nem kell ilyen a lovaknál van, tudod, ez a szemellenző. Tehát nem kell így élni, de amikor ott van mellette tényleg a párod, akkor nem más nőket néz már. Nézed akkor, amikor csak a haverjaiddal vagy. Vagy egyedül, igen. Ők akkor is gázmer ismerik. Emlékszem arra, hogy összevesztünk, ott valójában, nem, én mindig figyelek arra, ott a Berni, hát akkor sosem nézed, nem szabad, mert ismerem őt. Igen. Meg az olyan fura is,
egyébként, tényleg fura. Én például, hogy jön egy pár szembe, és mondjuk jó a nő, mindig a fiút nézem inkább. Nézze akkor, amikor nincs ott mellette. Mert egyébként akkor nézheti, ebben egyetértünk. Igen. Csak akkor ne bántson, én is megnézem meg, amúgy nyilván Ben is megnézi a férfiakat, tehát hogy azért nem vagyunk vakok, érted? Csak ne egymás mellett, mert ez, szerintem ez olyan, úgymond, ez ilyen megalázó. Igen. Nagyon megalázó. A legalábbis mi ezt érezzük, igen. Ezt éljük és meg. Mi nők úgy gondoljuk, hogy fú, ez... Hallottam na mindegy. És igen. Egyébként te jól tudod kezelni a Berni féltékenységét? Szerintem ügyesen kezelem, amúgy elég jól kezelem. Tehát annak különböző praktikák már erre, hogy nem akkor fordulok hátra, amikor a nő elmegy, hanem már előbb hátra fordulok, és amikor belekerül a perifériámba, csak akkor fordulok vissza, minthogyha nem is néztem. Mennyi energia olyan ez, praktikákat... Ádi, Uramisten, mennyi energia ez, érted, nem, hogy így létezni? Ez egy Úristen, és azt így kitaláltad, Ebben nincs annyi, nincs érzelem, nincs... Igen, ez nem azt jelenti, hogy te fogod magad és letepered majd azt a nőt valamit. De senki nem azt mondja, hogy ebben neked van érzelem, ezt fog már fel, hanem azt, hogy megalázod a feleségedet. Tehát igen. Nem az a probléma, hogy megnézed, hanem az, hogy ott van melletted a feleséged, és úgy nézed meg. Nem, de közben meg értem, hogy nem bántanád soha. De persze, nyilván. De az a baj, bennük van. Tehát vannak férfiak, akik ez így jön és kész, már néz és nem gondolkodik. Erről van szó, hogy ez egy reflex. Igen. Ez egy reflex nálatok. És nála ilyen. Semmi baj. Állatok vagyunk. Nálatok, pasik, már ne arra, hogy kérlek, de csodálatos van. Pavlovi reflex. No, para. De ez, hogy semmi gond. Na, én azt gondolom, hogy ezen a ponton behívom a szakértőnket, jó? Nézzük meg, jó. Hogy egyrészt te hogyan állsz a féltékenység témaköréhez, jó. Ki fog derülni a kis kártyáimból. Te pedig, Ádi, megnézzük, hogy milyen a ti kapcsolatotok, jó? És abban a féltékenység esetleg milyen szerephez jut. Úgyhogy készüljetek. Novák László asztrológus elsőként a tarókártyát hívja segítségül, hogy megtudjuk, Vivien hogyan viszonyul a féltékenységhez, illetve hogy Ádám és felesége Berni kapcsolatában milyen szerep jut ennek az érzésnek. Nézzük meg a Vivient, hogy hogyan áll hozzá ez a féltékenység témakörhöz, mit hordoz magában, és mi az, ami segíthet neki mondjuk, hogy még könnyebben vegye ezt a dolgot. Jó, nézzük. Mondd el, hogy mit csináljon, aztán kérdezlek. Én egy kicsit keverek, és utána te húzol 5 lapot. Jó. Nem lesz túl nehéz. Aha! Az mindig gyanús, amikor kiugrik valami, csak mondom. Nem ez viszelek. Az első lap. Nem már jó. Jó, eltüntettük. Elraktározom a fejembe, hogy mi hullott ki. És akkor egyszeres úgy ötölt, hogy rakd egymásra, és ne nézd meg. Jó. Szuperül csinálod. Ez az. Húzott valahogy, nagyon nem néz ki jól az ott középen. Nem, igen. Erről van szó, mert ez van most. Az van most, hogy bánat. Bánat, érzelmek. Valami van, valami történt. Hát ez egyetemen látjuk igen. Alapon. Ugye? Tehát valami de mi az ott valami halált elképezni, nem, ez micsoda? Nem, bánatot. Az a nap, bánat. Lap neve, bánat. Ahonnan indulsz, azért az egy mélypont. Tehát ez egy érzelmi mélypont. Tehát igen. Valahonnan onnan jössz. Nagy utat kell bejárnod ebben az életben. Várj, csak annyit, hogy ő nem tud semmit. Jó. Ő nincs szekkekében. Ez teljesen rendben van, tehát eddig igazi hát az életemre. Hát reméljük. Van egy tévút, amifele nagyon jól el tudnál menni. Ez a megerősödött királynő, aki szépen beül a székébe, földies, és minden jól van. Tehát ez nem a jó irány, mert ez nem visz sehova. Tehát ez úgy mindent elvesegettek, berakom a polcra, vagy besöpröm az asztal alá. Ez egy kicsit ilyen strucc politika? Tehát, igen, nem róla, igen de komolyan venné, ha ezt csinálná, mert azt mondja, hogy ez tényleg így van, hogy megerősödött. De nem erősödött meg, mert a megértés hiányzik. Tehát ebben nem lenne megértés. Valószínű, hogy e felé hajtasz a megerősödésre, de ez lesz a megoldás. Ami ugyanúgy egy királynő, csak ugye nem a földies királynő, aki körülveszi az anyagi világ, hanem egy érzéki királynő. Tehát aki az érzelmeivel tud bánni. Uh-huh. Ez nagyon durva, hogy pedig az a durva, hogy én afelé megyek. Afelé, ami fent hát oda, mert oda kell az menni. A cél. Én okay. Afelé megyek. Tehát okay. ez nem ez a tévirány. Igen. Ez tévút, ez meg igen. A szélsőt. Igen. Tehát ezt így gondolom is. Én is. Igen, aha. Akkor jó igen. Van. És ahova jutsz, meg fogsz erősödni, és be tudod a logikádba is építeni egy idő után. Tehát ha ránézel valakire, akkor fogod tudni, hogy merre hány méter. Ki ő valójában. És mi dolgod vele?
Ezt előre fogja tudni és érezni? Igen, hát hogyha ugye a helyes irány követi, akkor a megoldás ez is szellemilag. Jézusom, és ha hideg futkos rajtam, mert amúgy most így, ami van így az életemben, az úristen, ez tökre igaz rá most. Ja. Ezért szeretem. Még azt nem tudom, hogy amúgy miért jött az életembe, de majd aki majd... Hát mert fejlődött kell. Igen. Ha nem lőn rossz, nem fejlődsz. Igen. Ennek van egy pici veszély, az a veszély, hogy ne akarj férfi attitűdöket fölvenni, vagy amik vannak, azokat el kell felejteni. Például? Például, amikor én akarok dominálni, én akarom megmondani, hogy... Hát ez még nem igazán megy, de már rajta vagyok. Már rajta vagyok a javulásom. Igen, mert ez egy lovag. Tehát ez egy lovag, egy szellemi lovag. Hát most nem tud mit csinálni, aznak mondani kell. Ő megmondja, mi a frankó, és akkor... Amúgy ez a kártya, ez teljesen tükrözi azt, hogy én világéletemben független voltam minden férfitől, és hogy nyilván számomra azt, hogy most valaki ad egy anyagi biztonságot, az ide vagy oda, nekem teljesen mindegy. Tehát nekem fő az, hogy tényleg boldog legyek, és egy olyan ember legyen mellettem, aki értékelni tud. Aki érzelmileg is, meg minden azt adja, amire vágyok. Hát ugye sorrendben akkor jól elmondtuk. Tehát, ez a veszély nem veszély akkor, hogyha ezt végigjártad, akkor ez úgy beépül a háttérbe. Uh-huh. Tehát akkor nem vagy kiszolgáltatva seminek, mert azért valahol belül tudod, hogy mi a helyes út. Igen. És ez nagyon fontos. De akkor nem csak anyagilag nincs kiszolgáltatva, hanem érzelmileg sem lesz kiszolgáltatva. Semmilyen szinten. Igen. Értelmileg sem lesz kiszolgáltatva. Hát ezt az utat be kell járni. És ez kellett, hogy ilyen állapotba kerül. Olyan voltam. Igen. Mert ugye onnan indultunk. Így van. A bánatból. Uh-huh. Ez óriási. Komolyan. Ez jó, nagyon jó. Na, akkor Ádikám, ne unatkozzál ott. Én nem unatkozom, nem csak... Köszönöm. És végig ilyen rébuszokban fogunk beszélni, vagy el is mondod, kiről van szó. Nem? De hát nekünk miért nem kell tudni? Nem kell. Ja, tehát, hogy kiről van szó, tehát te tudni akarnád, hogy... Semmit nem tudok. Majd ebben négyszer beszélsz. Jó. Na várjál, mit nem értettél, addig keverd meg. Mit nem értettél? Mindent. Tudod, most nézzük meg a kapcsolatukat, jó? Jó. De most befolyásoltad. Na, ezzel nem. De akkor, ha a kapcsolatokat nézzük, akkor én nem ezzel nézném, hanem a hetessel. Akkor légy szíves, akkor megnézlek a... Asszonynal, tehát hét kártyát húzom. Így van, jó. Bernie-nek hívják a feleségét. Bernie-vel, így van. Csak kivetted. Nem baj. Szuper vagy. Hét, ugye? Hét. Igen. Aha. Nagyon kötőd. Te kötőd. Független attól, hogy úgy tűnik, mintha nem te kötődnél. Három nagy arkánumod van, neked sorsszerű az asszony, ő szabad tőled. Mondom. Bármilyen furán hangozzék is, mert lehet, hogy elsőre nem ez a benyomás. Igen. Bocsánat, nem olyan rossz a fülem. Nem hallottad jól. Okay. Nem hallottad jól. Ezek nagyon erős lapok. A karomban van 22 nagy arkánom, a többi kis arkánom a 78-ból. Jó? És húztál hármat a saját oldaladra. Ez azt jelenti, hogy minden szinten nagyon fontos neked. Erre szokták azt mondani, hogy ez egy karmikus kapcsolat. Neked. Mit jelent az, hogy karmikus kapcsolat? A karmikus kapcsolat azt jelenti, hogy olyan, mint a sorsszerű lenne, csak van okozati összefüggés régebbi történések miatt. Ez lehet ez életbeli, de lehet átszaladhatunk az egész történelmen is. Te ebben hiszel? Vagy annyira nem vagy nyitott arra, hogy mondjuk előző életek is voltak? Nem, abban nem hiszel. Tudok én semmi ilyesmit, nem. Jó, akkor de nem hallgat, azon gondolhatom, hogy az első hét lapot kihúzom. De nem beteg. Tényleg el. Abszolút nem. De most a Berniről szó? Rólad. Most ez igen. Te vagy. Haragudj, nem értek egy szót sem. Na, jó. Szuper. Ádám nem ért szerint semmit. Tehát és a bal oldal én vagyok. Nézőink, akik ugyanígy vannak jelen. No para, igen. Ádám. Neked törvényszerűen van ő. Neked kellett ő, mert ez a sorsod. Ez így érthető? Igen. Okay. Igen. Neked... Ezt az előbb is értettem. Ezt addig is értettem. Te akarsz hozzá kapcsolódni, vagy annak idején te akartál hozzá kapcsolódni. Igen. De akkor ez azt jelenti, hogy igazából az ő kapcsolatukban az Ádám akarta nagyon, hogy ő jöjjön. Igen, a ő akarta nagyon. Igen, tehát nem nagyon. A Bernie hozzá, hanem te igen, hozzá. Igen, hát a Bernie... Tényleg, ez igaz amúgy. Így van. Ez igaz. Így van, mert a Bernie-nél nem látok nagy arkánumot, elvileg ő független tőled.
De nem lehet az. De nem független, de most nem úgy ért. Őneki nincs, nem törvényszerűen kellett hozzá kapcsolódnia, hanem azért kellett hozzá kapcsolódnia, mert ő szeretett volna hozzá kapcsolódni. Így van. Ennyi, de így nem van. Kényszerítette semmilyen erő őt a kapcsolódásra. Téged igen. Téged igen. Ez egy olyan kapcsolat, ebbe építkezni kell. Itt most jelenleg építkezés folyik. Az érmékről azt is el tudom mondani, el tudom képzelni, hogy azért ez a fizikai szinten is történik. Ez durva. Ő nem tudja, igen, hogy ti építkezésben vagytok, szó szerint. Igen, ez az. Hát ez az egyetlen ilyen ásós izé, aki... Igen. Na mindegy. Ez az értelmi szint, így mondom, mert így jól fogod érteni. Nagyon jó életekből jössz. Ha hiszem benne, ha nem, azt vetíti elém, hogy azért ez a spiritualitás meg ki volt próbálva. Nálad. Ez egy tiszta szellemiséget jelent. Nem akarsz senkit átvenni, de úgy is nézel ki, ezt most csak én hozzáteszem, hogy nem arra gondolnék, hogy fú, most hogy ver át. Igen, nem. Igen. Nem vagy az a típus, nem vagy raffós. Nem tud hazudni. Nem vagyok rendben. Nem tud, de szerintem nem is tudna hazudni. Nem tudok. Nem. És ezt csinálod, hazudna, akkor egyből egy másodpercet levágod, hogy hazudni. Igen, igen. Ez na most annyit ehhez a laphoz, nem tudom, hogy hát, gondolom mindenki meg fogja érteni. Ez egy Siriusi lap. A Sirius, az ember ugye kozmikus eredetű, és azt a Siriusra teszik az eredetet. Csak mondom, nem lehet olyan, akit nem ismerünk ki. Igen, tehát amikor azt mondom, hogy te egy UFO vagy, és most ezt nem sértésnek szánom, hanem hogy egyszerűen máshogy jár az agyad, máshogy kapcsolódsz az emberekhez, máshogy élsz meg mindent, mint egy átlagos ember, akkor ez azt jelenti, hogy a te lelked nem feltétlenül itt. Igen. Nem kell ezt elhinned. Az egy UFO. Figyelj, de ugyanerre gondolok én is. Kicsit másképp hívtam, én ezt úgy hívtam, hogy egy csöpet autisztikus. Nem. Azt jelenti, hogy nem élt annyit itt a lelked a Földön, hanem egy másik típusú naprendszerből származik a lélek. Ennyi. Fú, ma gyerekkoromban is olyan kellemetlen helyzetekbe kerültem. Volt egy rövid dolog, az elmeséltem. Nem is ide való vagy. Nem vagyok ide való. Elmeséltem gyorsan egy másodperc alatt. Rövid dolog, ez nagyon jellemző rám. Rövid dolgozat. Elő kellett venni a lapot, ugye nálunk még akkor volt ez a pici A5-ös vagy ilyen pici lap, és a tanárnő mondta a kérdéseket. És mondja, kérdés jó, leírtam. Majd miután leírtuk a kérdéseket, vagyis hogy miután ő ezt elmondta, utána mondta, hogy jó, akkor add be te is te. És néztem, hogy és mikor válaszolunk rá. És rosszul értettem a feladatot. Úgy értettem, tehát eleve a választ kellett volna írni, én meg leírtam a kérdést. Ó, nekem is mondjuk persze egyes kaptam, beszették, tehát nem volt mázlim, azonnal beszették. Nagyon érdekes volt. És az úgy megmaradt bele, mint ilyen, hány éves voltam? Ilyen harmadikos általános iskolás. Nézd, mondom, hogy lehetek ilyen bolond? Nem vagy bolond. Hogy érthettem ezt? Nem, idegen a terep. Nem szoktad még meg. Idegen a terep. Furán hangozzék is, ha nem is hiszel ebben. Igen, azért van nehezen akklimatizálni, lódsz bármilyen helyzetben. És hát ezek szerint minden helyzetben így vagy. Vagy mindig előjön az a pillanat, amikor nem érted. Okay. Sem azért, mert hogy hülye vagy, hanem mert. Ez egy nagyon jó szellemiség. Igen, közben te nem, egy kicsit se vagy hülye. Nem, egy kicsit se vagy hülye. Igen, nagyon jó szellemiség. Egy kicsit intelligens ember vagy. Igen. Hogy a Bernie nagyon jól tud szellemileg építkezni. Tehát mindig jól lát a világban. Jó értelmű. Te meg tiszta vagy, tehát most nem tudom, nagyon nehéz a kettőt összehozni. Szellemileg nagyon nehéz, mert ilyen kihagyások lesznek vele is. Tehát mikor nem érted, félreérted, biztos, hogy van ilyen. Persze. Tehát persze. Magyarul a Bernie jól boldogul jó, a fizikai igen. világban, és nála a rafkosság is megvan, ha szükséges. Vagy? Igen, de ott de nem nincs. Nem gonoszul, igen. Hanem jól boldogul, igen. Megérti. Igen. Mert átlátja igen. A terepet. Átlátja, tehát nehéz jó. Átverni. Uh-huh. Tehát ő jól lát. Nagyon jól látja, igen. És sokkal jobban pozícionálja saját magát is, és engem is az életünkben is, és mindenhol. Ez tök jó, mert téged úgy is kell pozícionálni, ennek szerint. Így van. Mert hogy a terep néha nem ismerős. Ugyanaz volt az, hogy elvesztettem a fonalat, és mondtam, lehet, hogy oké, akkor most te vezess, mert nem tudom, mint amit az elején igen. Mondom, és ezért kellett neked, hogy ő segítsen, hogy vigye az utadat. Igen, jól mondja a Vivian. Tényleg, na jöjjön a... Na. Akkor ugye megint veled kezdem, mert itt a nagy arkánum. Ez az érzelmi szint, tehát amikor két ember érzelmileg kapcsolódik egymáshoz. Ott is tiszta vagy, mert ez a nap. Uh-huh. Viszont itt már tudod hozni a férfiasságot az érzelmi kapcsolódásnál. Mert itt nem mondanám, tehát szellemileg nem. Nagyon jól látsz a világban, tehát
érzelmileg. Tehát megérzel dolgokat. Csak nehéz ugye kommunikálnod, mert azt meg ezzel kéne kommunikálnod. De ő viszont nagyon jól leveszi, mert neki egy érzelmi lapja van. A kelyhek mindig érzelmek, szeretet, minden, ami e köré kapcsolódik. És ez egy elég magas szám. Ő biztos, hogy jól érez téged. Jól érez téged. Na itt mondanám azt, hogy mert mondtál rafkót az előbb. Uh-huh. Tehát, hogy érzelmileg ő még olyat is megérezhet, amit úgy gondolodnád, hogy nem fog megérezni. Ez amúgy igaz, mert én ismerem a Bernit. Ez most már egy elég jól, meg minden, és ez nagyon igaz. Ki is lett mondva. Tehát nagyon érzek, igen, csak nem tudom kommunikálni. Uh-huh. Abszolút. És ez így van. Ez igen, már sokszor olyan nyers vagy. Igen, de nem azért nyers, mert hogy nyers, hanem mert ilyen. Igen, igen. Mert tiszta, és igen, tiszta semmi nyersség. Igen. És az a rossz hírem, hogy itt is tiszta vagy, és ez a fizikai az a fizikai szín. Mindenhol tiszta vagy. Igen, ez a fizikai szín. Ez egy érzelmi lap, ez a diadalszekér, vagy szekérhajtó, mert többféleképpen hívják, aki mindig az érzelmek szárnyán éli az életét. Tehát, hogy a mindennapjaidat is az érzelmeket, csak mindig döntéshelyzetekbe kerülsz. Most gondolok arra, hogy jön egy választási lehetőség, nem biztos, hogy a jót fogod elkapni. Mire mondtad, hogy úristen? Úristen. Sokat hezített, ha döntenie kell. Ki vagy te? Tudnám mondani a lottószámokat, mert meg kell. Arra sokat kell gondolni. Pénz. Ha mindig arra gondolsz, előbb-utóbb legyen. Igen, mindig bevonza az ember azt, hogy bevonza az ember. A Berninél meg a fizikai szint hiányzik. Hát ő azért néha kerül kellemetlen helyzetbe. Nagyon jól átlát téged, és ezért ő néha menekülne. Néha megsértődik, vagy nem. Például a féltékenység, itt lehetne ő féltékeny. Aha, tehát ez alaputalhat arra, így hogy van, ő féltékeny. Így van. De ő féltékeny típus is, tehát. Tehát, hogy akkor ez egy visszaigazolás. Igen, mert a fizikai szinten ez egy féltékenység, de olyan szinten, hogy alé is hagyhatná akarni. Tehát lehet, hogy már volt ilyen, nem tudom, hogy ez elvágyik. Tehát tud olyan szituációba kerülni, hogy elvágyik. Túl, tehát, hogy elhagyja túl az Ádámot? Volt ilyen? Volt ilyen, ugye? Volt, igen. Akkor igen. Na, akkor jól láttam. Bennem is elutazott két hónapot dolgozott, és két hónapot nem, tehát effektív nem volt, egy másik országban volt. Uh-huh. És kíváncsiak voltunk én nagyon, hogy ez mit hoz bennem is, mert ugye én nem vagyok az a nagy ilyen érzelmi bomba. Meg tehát, hogy jól bírod azt, hogy igen, távol van, tehát, és Berni hogy meg... Köszönöm, hogy fordítasz. Nekem ez nem azért, szóval mert nagy. Itt a nap, ugye? Igen. A nap férfiak. És megerősített, bennem is megerősítette a dolgot, hogy a távolság abszolút, ez én úgy érzem legalábbis. Mert az, hogy ő mit érez, az ő érzése. Persze. Én tudom, hogy engem például megerősített. Azért volt érdekes az első kártya, mondom, ezt honnan tudom, senkinek nem mondtam el. Az első kártya, ez igaz. Ezzel most úgy nevetek, mert amúgy a Bernivel mielőtt kiutazott, beszéltük, hogy szanaszéjjel beszerelünk kamerákat még a WC-be, és a lakáshoz! Az a sok drót nem tudtam. Én mondom, és akkor majd hívhatod, meddig dolgozik, otthon benne nézed, hol van. Ez na jó, gyerekek, eljött a pillanat, hogy megnézzük a tesztkérdéseinket. A vendégeimet arra kértem, hogy töltsenek ki egy-egy három kérdést tartalmazó tesztet, melyben azt kell értékelniük egy 1-től 10-es skálán, hogy mennyire viselik jól a féltékenység érzésének különféle aspektusait. Eljött a pillanat, hogy végre kiértékeljük az eredményeket. Tehát a kérdés, az első, mennyire vagy féltékeny egy 1-től 10-es skálán? Itt egy nullát és egy egyest. Igen, látom. Aztán rájöttem, hogy nulla, ne 1-től 10-ig kellett írni, ezzel nullát írtam, mert nem. Nem baj, igazad van, legközelebb a nullát is hagyjuk, csak nem gondoltam, hogy ilyen Sirius-i őrültek is. Igen, majd ugye? Máshogy pont ezt mondta. Aztán odaírta, hogy egyes, és ez egyet jelent. Tehát, hogy kicsi. Nem. Egyáltalán. Oké. Okay. Te viszont hetest adtál magadnak, Vivi. Igen, nem egy rossz szám. Igen, de hogy én féltékeny típus vagyok. De már nem. Csak most már nem kezelek, már most már nem csinálok olyan drasztikus dolgokat, amiket eddig alkalmaztam.
a csajoknál. Ha már itt tartunk, hogy megtéptél egy csajszit, amikor, vagy nem megtéptél, de mondjuk nem na, tudom, oda nem csak egyet, más is csináltam, nem csak téptem. Akkor egyébként a pasid is kapott? Hát volt még, igen. Tehát nem csak a nőt büntetted, mert tudod, hogy az kettő. Ez két, persze, azt is büntettem. Csak azt kevésbé, mert azt szerettem. Tehát a nőt meg nem. És te tesz a kezed, hogy nem ő a párod. Igen. Igen. Is csak szeretetből. Szeretetből kicsit nem megvert. Is élnél. Csak viccelek. Második kérdés, mennyire viseled jól, ha féltékenyek rád? 1-től 10-es skálán. És ez azt jelenti a 8-asod, hogy jól viseled? Jól viselem, igen. Oké. Sőt, még örülsz is neki? Néha jó. Uh-huh. Csak nem betegesen. Igen, tehát ne essünk túlzásba. Te ide is egy nullát és egy egyest írtál. Igen, egy nullát írtam. Mert újra rá kellett jönni. Hogy nagyon rosszul viselsz. Ő nem szereti. Nem bírom. Nem bírom. De ezt én is igazolom, hogy nem bírja. Nem fullasztó? Bírom, nagyon zavar. Tessék? Fullasztó? Nem. Tehát menekül inkább. A mennyiségét nem szeretem. Ennek a mennyiségét, tehát aranyos dolog, én is néha eljátszom, hogy nagyon féltékeny vagyok, ez, mert ez szükség van rá, lányoknak kell ez, kötelező. És ezt most így elmondtad, hogy a kamerákkal. Nem baj. Tudja. Benne minden tud rólam. De hogyha ez átmegy egy ilyen hisztérikus, egy ilyen, én szinte nem is mondok semmit, és önmagát hergelő mondatokba, az nem, akkor menekülök, mert rohannék ki a világból. Mert azzal nem lehet mit csinálni, persze. Tehát hogy most csömlek pohár vízzel, vagy... Jó, utolsó kérdés. Mennyire zavarna, ha a párod nem lenne féltékeny, és azt hittet, hogy 0 és 1? Lehet, hogy ezt nem értettem, ezt a kérdést. Sorminta. De hogy, tehát, hogy egyáltalán nem. Nem. Nem zavarna, nem, ha nem lenne féltékeny. Igazából nem zavarna, nem lenne. Rohadtul örülnék. Én nagyon örülnék, így van. Nagyon örülnék. Hát mert az úgy könnyebb nekem. Most lehet, hogy hülyeség meg, hogy érzelemmentesnek tűnik, de könnyebb. Nem tudom, nekem meg pont, annyi hogy kell, más. Hogy azért legyen. Mert azt írtad, 7-est írtál. Mert akkor meg azt érzem, még jobban azt érzem, hogy ő akar, ő még jobban szeret, meg büszke nem, tehát nekem meg pont az ellenkezője. Engem is zavar, ugye? Hogy a Gyuri nem féltékeny, ja. Szedje már össze magát. Egy negatív energia. A szimbólumok körülvesznek bennünket. Mindenhol, szinte mindenben ott vannak, jelet küldve, üzenetet hordozva számunkra. Ha az ember egy adott szimbólumhoz erősebben vonzódik, annak jó oka van. Általában az éppen aktuális lélekfejlettségi szintünknek megfelelő jelképet választjuk, az pedig képes pontosan megmutatni, az ember hol is tart a kijelölt útján, és mi a legjobb iránya számára. Ez az utolsó játékunk. Nézzétek meg őket alaposan, választhatok egyet ki, és utána pedig megbeszéljük, hogy mit jelent az, amit választottatok, jó? Fogdoshatjátok is, megnézhetitek közelről, de ha akartok távolságot tartotok, csak az a lényeg, hogy nézzetek. Jó, azt szemettek, jó onnan is. És a végén majd egyet vegyetek el. Ja, most nem. Hát én azt az öt tágú csillagot. Igen, és úgy dag belé, hogy szeretnéd. Csak hogy lássuk, maradjon? Hogy helyezed el. Így ne, adod a kezébe, hadd tegye le őt. Tedd le. Ja. Először is mutasd meg a kamerának, kérlek te drága, csak emeld föl így, köszönöm szépen. Én a középsőt választom ezt. Uh-huh. De tudtam, hogy azt fogod választani. Tényleg? Uh-huh. Nem, ez olyan kastélyos. Úgy is valahogy úgy éreztem. Kastélyos. Nem, kastélyos. Az mit jelent, hogy kastélyos? Hát olyan, mint egy ilyen lovagi jel lenne, nem? Mint a keresztes lovagok jelen, teljesen olyan. Nekem legalábbis. Ez olyan, mintha egy papnak lenne a keresztelnek a nyakában. Egy valami keresztes, igen. Úgy raktad le, hogy ugye fölfele áll a csúcsa. Tehát fölfele törekszel, fejlődni szeretnél, és nem az anyagot szeretnéd nézni, nem lefele, mert ha így raktad volna, így, akkor anyagba törekedő lennél. De nem. De nem, hál' Istennek nem így. Az olyan. Anyagba törekvés azt jelenti, hogy mindent meg akarok ismerni, de nem foglalkozom a szellemiségemmel, az érzelmeimmel, hanem az anyagisággal szeretnék foglalkozni. Tehát a fizika is sík érdekel, az örömök, ami ezt tud nyújtani. De nem ez. De hát őt nem ez érdekli, igen. Hanem az, ami igen. Fölötte van. Igen. Ez nagyon jó. A zöld azért érdekes, mert szívcsakrás szín. Valószínű, hogy azt is beleszámítottad, hogy zöld. Most igen, nem szeretem fogjuk... a színeket, az a három, meg mind a négy, az olyan, nem tudom, kicsit olyan halottas, tudod, vagy nem tudom, olyan lehúzó. Uh-huh. Igen, direkt lett ilyen, és beválasztottad, ez szívcsakra. Uh-huh. Érzelmekkel előre. Ne agyaj, érzelmek. De az azt jelenti, igen. Hogy jó úton van. Igen, jó úton vagy, igen. Persze.
Ez egy nagyon fejlett jel. Amit az Ádám választott, mondani, hogy mi az? Ezt An keresztnek hívják, ez egyiptomi misztérium kereszt. Megvan a megérkezett ember, ugye ez a Tao, haladt, és megérkezett. De egyben ketté is vágta a teret, mert alulra került a fizikai lét, fölfele meg az isteni, a szellemiség. És te igazán afele törekszeltek, ez az érdekel. De szinte még le se jöttél. Még ha nem is tudatos ez, nyugít. Tehát ez azt jelenti, hogy úgy éred az életet, hogy hogy válhatnék istenivé. Nem, hogy nem, válhatnék nem, istenivé. Már az van. Már az vagy, Ádám. Szinte már még be se jött. Kérdez Aga Bernit. Nem érkezett még meg. Igen. Tehát, hogy még nem jött le. Oké, tehát még úton van. Igen. Nem fölfele van úton, még lefele, mert még nem jött le. Még tehát, le hogy se ért. Igen. Jó, ez most ez csak az érdekesség része. Nagyon jól láthatnál a világban, csak nem hiszem, hogy annyira fontos neked a fizikai, mert ugye valami megérkezés itt van. Neked is a többi tartománya fontos. A féltékenység valójában negatív energia. Mégis a legtöbb léleknek valamiféle feladatot ad. Legfőképpen azt, hogy megtanuljuk kezelni, azután pedig elengedni, míg végül semmilyen hatást nem gyakorol már ránk. Csak az az ember nem érez féltékenységet, aki tökéletesen rendben van saját magával. Pontosan tisztában van az értékeivel, de a hiányosságaival is. Ezért tudja, hogy miért lehet őt igazán szeretni, vagyis ő maga elfogadta és szereti önmagát. Ezzel pedig ismét elérkeztünk a spirituális fejlődés első és legfontosabb alappontjához, az önismerethez és az abból fakadó egészséges önbizalomhoz. Ha ez megvan, csak is akkor tudjuk elengedni a féltékenység érzését.